Hát az Indextől vagy! Az új Indextől, vagy a régi Indextől? Nincsen régi Index. Igen? Csak Index. Nem így hallottam, Cirmi. November 3-án elnököt választanak az Egyesült Államokban, és ennek apropóján belevetettük magunkat a budapesti éjszakába, hogy megkérdezzük a mulató embereket, hogy mit gondolnak róla, számít-e az elnök személye, van-e súlya az elnökválasztásnak, és van-e hatása a világra? Bidennek szurkolok egyértelműen, és nem Trumpnak. Miért egyértelmű? Hát számomra az egész ember és a lénye, amit ő képvisel, az elfogadhatatlan. Egy komplett idióta és egy koporsószág közül kell választani. Nem is értem, hogy hogy jutottak el idáig. Mi az Amerika? Hát ki tudja, ki az? Amerikai? Hát hogy? Kit érdekel? Tudja, hogy ki az amerikai elnök? Én nem tudom. Hát én ennek nem foglalkozom. Who knows what's going on behind the scenes? I support Sacha Baron Cohen. Aki előtte volt, jobban csinálta. Az Obama? Igen. Ez nem zavart, hogy fekete volt? Nem vagyok rasszista, csak frazista. Most nem szeretnék belemenni a magyar politikába se, de nyilván lehet, hogy az amerikaiak is hasonló IQ-val rendelkeznek, mint a drága magyarjaink, és újra választanak egy olyan elnököt, aki nyilván nem tesz jót. 28 éves leszek áprilisban, és egy szavazáson nem voltam, és nem véletlen. Na jó, hát ez egy kicsit cikk. Annak örülnék, hogyha ez az év kimaradna a naptárból, és újra kezdenénk jövőre. Én úgy gondolom, hogy az amerikai elnökválasztás nem fontos, egészen addig, amíg Duró Dóra könyvet talál, és Budaházi Edda mindenféle alpári mocsoknak állítja be a buzikat. Lányok Trumpra szavaznak? Biztos ebben? Ő nagyon sok mindenkit figyelmen kívül hagy, és nem vesz figyelembe, úgyhogy nekem ő nem elnök szerintem. És Biden miért jobb? Hát mert demokratikusabb, liberálisabb, nekem emberibb, inkább az emberek jogaira fókuszál, ezért. 78 éves, ha jól tudom, és azért nem biztos, hogy egy amerikai, egy nagy országot, illetve a nagy hatalom, ami ezzel jár, egy úgymond egy ilyen idősödő emberre kéne bízni, azért nyilván itt nem árt, ha mint testileg is, mint mentálisan azért toppon lenni, nem biztos, hogy ez a legjobb döntés, de szerintem, ha kettő között kell választani, akkor inkább ő, mint Trump. Ez, amit ők a demokraták demokrácia exportnak szoktak nevezni, ez az, ami szerintem rendkívül sok problémát okozott a világban, aminek még most is isszuk a levét az arab tavasz kapcsán. Nem, amelyik országok arra vannak berendezkedve, hogy ott már pedig egy erős kezű ember vezet, azok abban is fognak élni mindig, nem lehet velük elfogadtatni azt, hogy akkor most egy valamilyen szivárványos, színes, bármilyen, tök mindegy, milyen koalíció majd elvezet, meg ki fogják egymást nyílni, ez történt. Itthon tegyük rendbe a dolgokat. Itthon legyen mindenkinek egyenlő joga. Legyen a transzneműeknek joga megváltoztatni a nemét. Ne legyen az, hogy ki kell költözni külföldre, csak azért, mert rossz testbe születtek. Ne legyen az, hogy el kell menekülni az embernek külföldre, csak azért, mert nem ahhoz vonzódik, amit Habony Árpád vagy Mészáros Lőrinc előír. Én úgy gondolom, hogy azoknak, akik odafönt vannak ebbe, ahogy mi élünk, belepofázási joguk nincsen. Mivel én török vagyok, azért követem, Trump vagy Biden lesz, mert ez a Törökországot eléggé érint, de azért szerintem a Törökország a Trump mellett állna. Who would you like to see as the president of the United States? If you could vote, who would you vote for and why? I mean, it definitely wouldn't be Trump, anyone but Trump for me seems like the right decision. I think Biden's not a good choice either, but he's better than Trump. National anthem will be a banger if Kanye's president. Think of the national anthem. I'm just saying. De én azt hittem, hogy táncolni kell. Én sztár vagyok. Én a politikához nem értek. Üdvözlöm a kamerát!